Ezzel együtt egy autóbusz árát bécelik el az utasok éves szinten a Szabolcs-Valány járatain, miközben a buszok átlag életkora 11,5 év. Bár 25 ellenőr dolgozik folyamatosan a helyi és helyközi járatokon, ezek 10%-át tudják csak kontrollálni. Tapasztalatok szerint az utasok 3%-a, közel 3%-a a helyszínen rendezi a pódiat. A Szabolcs-Valán vesztesége 200 millió forintot is elérheti, ennek nagy része pedig éppen a be nem folyt bírságokból adódik. Avonta az a követelés, amit kötelezményen átvesznek, körülbelül 4 millió forintot tesz ki, és hát ennek igazából olyan 10-15%-át tudjuk csak beszedni, egyrészt úgy, hogy vagy befizetik, vagy pedig utána járunk. Van egy cég, akit megbíztunk azzal, hogy igyekezzék ezeket a követeléseinket beszedni, és hát meg kell mondani, olyan 3 millió forint körüli az az összeg, amit ilyen módon tudunk beszedni a nem fizető utasoktól. A jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé, hogy behajtsák a teljes tartozást, például egy önkormányzati rendelet módosításával, vagyis az a szigorítás, amely a 20 ezer forint alatti szabálysértésekre vonatkozik és augusztustól lépett életbe, nem alkalmazható a volántársaságoknál. Így csak az eladott adósságkövetelés és a hosszas nyomozás után láthatnak valamennyit a kint lévőségekből a tömegközlekedési cégek.